Do you like dancing? Yes. Szeretsz táncolni? Bizonyára. Kevés olyan fiatal és fiatalságot kedvelő idősebb ember akad, aki ebben felelne erre a kérdésre. Fiataljaink táncolnak is, ki jobban, ki gyengébben. Sokat bírálat is ér, mert nem táncol, hanem csörög. Azaz, kiforgatja a tánc igaz mi voltából, ízléstelen ugrálva, jampecosan táncol. Gondoljuk csak arra, hogy felcsillan anyáink szeme, ha emlékezetükbe idézik a régi bálokat, táncos estéket, és felsóhajtanak. Azok a régi szép idők, azok a régi szép táncok, pedig azok a régi szép idők nem is olyan sok embernek voltak olyan szépek. És azok a régi szép táncok is akkor voltak szépek, ha ízlésesen, finoman, jól táncolták. Ugyanez vonatkozik a mai táncokra. Minden tánc, még a legnagyobb amerikai szamba is, szép, ha finoman, ízlésesen. Jól táncolják. A tánc kellemes, sőt hasznos szórakozás. Kielégíti a fiatalok mozgásvágyát, középkorúak részére nem túlságosan fárasztó testmozgást igényel. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, don't forget about it. A tánc a sporthoz hasonlóan nemzetközi jelentőségű. Dance has an international importance. Rengeteg barátság, párkapcsolat indult már el abból, hogy bár beszélni nem tudtak egymással a fiatalok, annál jobban megértették egymást a táncparketten. Könyvünk az első szakmunka, amely magyar nyelven részletesen ismerteti a modern táncokat. Ha az olvasó elsajátította az itt összefoglalt leírásokat, egyén ízlése szerint tovább fejleszteti táncolását. Tematikánk felépítése egyszerű. Az egyes táncokban előforduló ritmusokat tisztán feltárja, tempójukat tisztázza, úgyhogy nem csak a kezdőknek, hanem profiknak, és biztos útmutatóval szolgál. Kezdők részére azonban azt ajánljuk, hogy vizsgáltassák ki a táncolásukat másokkal is, mert saját táncolásunkra nem tudunk kellően rálátni. Ennek a kis könyvnek az a célja, hogy megtanítsa fiataljainkat táncolni. Ne csörögjünk, ne jampeckodjunk, hanem táncoljunk szépen és ízlésesen. The purpose of this little manual is to educate our youth into dance. Thank you.
in the wall. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the... Bobby! What? If you don't eat your meat, how can you have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat? I don't know, Dick. Two, three, four, one!